Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma reggel az ország nagy részén 0 és 3 fok között alakult a hőmérséklet, aztán teltek, múltak az órák, de a hőmérséklet alig emelkedett, délután is csak 5-6 fok körül alakult a maximum érték. Mindemellett erős helyenként viharos volt a szél, amely rontotta a hőérzetünket. Ugyanakkor nem kell megszoknunk ezt a hidegebb időjárást, holnap előbb a magasban érkezik enyhe levegő, amely enyhe levegő hatását vasárnap már a talaj közelében is érezzük. Holnap reggel változó lesz a felhőzet és erősebb a lehűlés, 0-6 fok közé csökken általában a hőmérséklet, de az északi középhegység völgyeiben ennél hidegebb is lehet. Aztán holnap napközben is bízhatunk több-kevesebb napsütésben, és a nap nagy részén számottevő csapadék sem valószínű, de az esti órákra nyugatra melegfront, illetve az ahhoz tartozó csapadékrendszer érkezik meg. Élénk lesz a déli szél, és délután 1-6 fok között alakul majd a hőmérséklet. Tehát a Kárpát-medence nyugati területeit éri majd el leghamarabb a melegfront és a hozzátartozó csapadékzóna, de Európa nagy részén nyugatra, északra változékony időjárást találunk. Európa délnyugati felén ugyanakkor magas nyomás alakítja az időjárást, a Pireneusi félsziget déli felőről 20-24 fokot is jelentettek. Nálunk vasárnap reggel eleinte még előfordulhat csapadék, napközben ugyanakkor már csökken a felhőzet, és délután délnyugaton 10 fok körül is alakulhat a hőmérséklet. A jövő év első napjaiban is változékony marad az időjárás, eleinte még enyhébb időre készülhetünk, majd a jövő hét közepén pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes estét kívánok Önöknek, jövőre is várom Önöket nagy szeretettel, boldog új évet kívánok, viszontlátásra!